Hello, Franz. Ez itt most a Logifon néven futó, vagy Logi mint logikai, és Fon mint funkcionális programoknak szemantikájáról szól ez a kurzus, egy matematikai megközelítéséről. És most erről szeretnék beszélni. Hát az első videóban csak egy nagyon-nagyon minimál intrót arról, hogy most tulajdonképpen mire is lehet ugye számítani. Ez emlékeim szerint most mesteren egy olyan kurzus, amit választani lehet, hogy vagy ezt, vagy egy másik kötvárt vesz fel a többség. És hát ha mégsem mindenki pont azt kapja, mint amit szeretne ettől a tártól, ezért valamennyit mesélek előbb, hogy mire érdemes számítani. Szóval a tantárgy arról szól, hogy van ez a két programozási paradigma. A logikai programozás, amit ismersz elméletileg, láttál már olyat, hogy prolog, PSC, prolog nyelvekben. Meg van egy másik, amit meg úgy hívnak, hogy funkcionális programozás, amit szintén valamennyire ismerhettek, ha máshonnan, nem, akkor például onnan, hogy láttátok a Haskellt, szintén prolog nyelvekből. És ugye mind a két paradigmában volt ilyen, hogy az adott programnyelven volt valami forráskódunk, és akkor az a program, hát mondjuk úgy, hogy futott az a program. Tehát itt most tulajdonképpen, amiről beszélünk, hogy ez, hogy egy programkódnak van ilyen, hogy mondjuk futtatás. Ugye a futtatás az azt jelenti, hogy olyan lépésről lépésre nagyjából leírod, hogy mi történik. Nagyon nagy valószínűséggel ezt csináltátok Haskellből is, meg Prologból is, hogy meg leírt, tehát ezt ismertétek meg. A futtatás az az, amit úgy hívnak körülbelül, hogy operatív szemantika. Az is egyfajta jelentése a forráskódnak. Operatív szemantika, ez ugye arra jó, hogy ha kapsz egy inputot, akkor azon az egy inputon a szabályoknak megfelelően elkezdett futtatni a programot. Ugye egy normális programozási nyelven az is opció, hogy végtelen ciklusba kerülj, meg körülbelül nem lesz Turing teljes, hogyha ezt sem tudja. És ha meg nem végtelen ciklusba kerülsz, akkor ez lejelent valami eredményt, mondjuk úgy. Attól operatív, hogy hát ezeket az operációkat hajtod végre, operational semantics. Amik megmondják, hogy ha éppen így néz ki, ebben az állapotában van a program, akkor a következő állapot mi lesz. Ez a logikai programoknál nem ennyire egyértelmű, de ott is valami ilyesmi van, a funkcionális nyelvekben a Haskellben azért biztos, hogy tanultatok ilyet. De van egy másik, ami egy forráskódról szólhat, az az úgynevezett jelentése, hát az maga a függvény, hogy milyen függvényt implementálsz? Most a függvényt én matematikai értelemben mondom, hogy függvény. Ha ez az input, ez lesz az output. És ez az jelentés, amit úgy mondanak sokszor, hogy denotációs szemantika. Denotációs szemantika. És nyilván, amikor látsz egy olyan programkódot, hogy mondjuk, nem tudom, most mondok valamit, azt mondom, hogy C-ben van egy ilyenet, vagy int F, és akkor kapsz egy intet, ami mondjuk egy ilyen. És erre azt mondod, hogy ha az n az mondjuk nulla, akkor adjon vissza egyet. Különben meg, hát mondjuk n-szer az fn minusz egyet. Ugye nem, itt, ha ez egy imperatív nyelv, akkor nem kell ezért írjak, mert ugye a return nem futott le, az azért volt, mert az if az elpusztult, az hamis volt. Most itt ugye egy operatív szemantikánál, hogyha azt mondod, az, akkor azt tudod csinálni, hogy az F3-at, hogyha ki kell értékelni, akkor valamennyi idő után átírod, hogy jé, hát ez ugyanaz fogja visszaadni, mint a 3-szor az F2, ami ugyanaz, mint a 3-szor, 2-szor az F1, ami blablabla, bla, bla, egy idő után kiderül, hogy 3-szor, 2-szor, 1-szer, 1, azaz
sok lépés után kijön belőle az, hogy 6. Ez, amit így csinálsz, hogy futtatod a programot, és igen, ezt tudom vissza, stb. Ez az, amit úgy hívnak, hogy operatív szemantika. Na most, ha ennek a függvénynek lenne egy denotációs szemantikája, akkor az valami ilyesmi lenne, hogy az n-hez hozzárendeli az n faktoriárist. Ez ugye általában a különbség, hogy a denotációs az valamilyen értelemben egy jelentést mond meg. Csak persze az, hogy most épp erre a függvényre van egy kényelmes matematikai jelünk, ez a faktoriális, ez nem mindig lesz azért, ezért általában egy programkódhoz megadni egy konkrét denotációs szemantikát, ez a függvény, amit implementáltam, ezt számolja ki, az nem ennyire egyszerű, ezért számos jelentés van, de ennek a tantárnak lényegében az a feladata, hogy ilyen denotációs szemantikát adjon meg, na nem az imperatív programozási nyelvekhez, hanem a logikai és a funkcionálishoz, ehhez a kettőhöz. És pont ezért az fog történni, hogy nagyon sok matek rész lesz egy jó nagy matek krumpliban. Ez nem mindig lesz hirtelen egyértelmű. Én azért igyekszem majd ezt az anyagot olyan sorrendben előadni, ami most nem feltétlenül lesz ugyanaz, mint a lecture notes-ban szereplő változat, hogy nagyjából követhető legyen, hogy mit miért is csinálunk rögtön akkor, amikor, mert vannak, akik úgy oktatnak matematikát, hogy először végig tolják az összes matekot, és a végére van az alkalmazás, hogy ezt egyébként ezért csináltuk, erre jó. Igyekszem nem így csinálni, hanem majd látni fogjuk, hogy a mateknak egy jelentős része, amit feltaláltunk, az olyan lesz, hogy alkalmazható lesz a funkcionális programozás leírásához, de lesz néhány olyan rész, hogy jó, hát a funkcionális programokhoz konkrétan így kell alkalmazni, de miután meg lesz az, hogy milyen matekot rendelünk a programkódhoz, utána már fogjuk tudni alkalmazni ezt a sárga színű matematikai apparátust. Meg lesz egy olyanunk is, ez az ábra ez nem annyira jó, mert olyan részt nem fogok mutatni, ami arról szól, hogy közös a funkcionális programozásban, de matek az nem, tehát akkor inkább valami ilyesmit szerettem volna én rajzolni. Az ábrának a méretezése az nem feltétlenül tükrözi azt, hogy melyiknek mennyi, de ez lesz majd a logikai programozás. Tehát mind a kettőnek lesz olyan része, ami csak arra a részre jellemző, lesz, ami csak a funkcionálishoz, lesz, ami csak a logikai programozáshoz, hogy a kódból hogy lesz matek, de aztán utána ezt a matematikai apparátust, amit a sárgában csinálunk, a jelentős részét fogjuk tudni alkalmazni egyből arra, hogy denotációs szemantikát adjunk a funkcionális, meg aztán a logikai programoknak is. Jó, tehát ez volna a lényeg. Talán ebből az lesz a legjobb, hogyha azzal kezdem el, hogy mi is egy logikai program, és hogy ott mi lenne a feladatunk, és utána pedig majd elmesélem azt, hogy mi is egy funkcionális program, és hogy ott mi lenne a feladatunk. Ennél többet nem fogunk programozni ezen a kurzuson, tehát ez tényleg egy elméleti, matematikai jellegű, hát iterációs fixpont elméletről szóló kurzus, úgyhogy az, hogy nem lesz benne tényleges aktuális forráskód, az már most mondtam, hogy esetleg mire érdemes számítani, hogyha valaki esetleg nem ezt szerette volna kapni, akkor már most mondom, hogy itt egy-két nagyon pici prolog forráskódunk lesz, egy-két nagyon pici talán szkála forráskódunk lesz, de az is már inkább nem az lesz, hanem lambda term, típusos lambda kalkulus, de úgy ezektől eltekintve, ezektől a példáktól, amik egy nagyon kicsi szeretét adják majd az anyagtak, a maradék része az egy elég absztrakt matek lesz, tehát inkább a dimatokhoz meg a kalkokhoz fog hasonlítani az, ami ezen a kurzuson történni fog, függvényeket fogunk iterálni, és el fogunk menni egy fix pontig, ilyet már köziből is csináltunk, nyilván az is egy speciális esete lehet majd ennek a dolognak. Ja, szóval körülbelül erről fog szólni a dolog, ennek a kétfajta programozási paradigmának a forráskódjaihoz, amilyen értelemben fogunk rendelni
jelentést, mégpedig úgy, hogy ez a jelentés az ugyanaz legyen, mint amit a programozási nyelvet egy operatív szemantika szerint futtató környezet szinkronban pontosan ugyanazt csinálja, mint amit a mi jelentésünk mond. A prolognál nem mindig lesz ez ennyire egyértelmű, de majd látni fogjuk, hogy mennyiben lehet ezt megcsinálni. A prolognál az lesz, hogy van egy olyan matematikai jelentés, egy olyan denotációs szemantika, amiben az expertek egyetértenek, hogy ezt kéne kiszámolni a prolognak, de nem tudja. Tehát a prolog motorok azok olyanok, hogy bizonyos dolgokat nem tudnak kiszámolni. Ez a denotációs szemantikázás, ez pont ezt mondja meg, hogy tulajdonképpen ez az, ami specifikálja egy logikai programozás esetében például azt, hogy amit leírsz forráskód, az mit kéne jelentsen, mi legyen az a modell, az a kanonikus modell, ami jelent, mik kellene igazra értékelődnem, mik kellene hamisnak értékelődnem, és a prolog motorok némelyike jobban tükrözi ugyanezt a viselkedést, némelyike meg nem, de nem árt persze, hogyha élesben prologot használsz, tudni, hogy a T-Engine éppen mennyire támogatja ezt a, nevezzük úgy, ezt a jól megalapozott szemantikát, ami majd a kurzus vége felé ki fog derülni, hogy mi is a prolog programoknak a szemantikája, mert olyankor, ha van bennük negáció, a negációmentes az nem annyira veszedelmes, de hogyha már negálás is van benne, akkor sok minden bonyolódni tud. Jó, szóval a külkét adásban az lesz, hogy megnézünk egy logikai programot, megnézünk egy funkciós programot, csak hogy tudjuk, hogy mivel kéne dolgozni, és aztán utána majd a matekba csapunk bele. Nem sokára visszatérek, addig is sziasztok!